sok szeretettel köszöntjük Önöket, engedjék meg, hogy bemutassam intézetünk igazgatóját. Én ezt fordítva akartam kezdeni, de azt mondja, hogy Kacsit nem kell bemutatni, ahol a keretőre lehet. Tehát Zolán Gergelynek hívnak, és én vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy ezt az intézetet vezetettem, amiben a Karcsi működik, és nagy örömmel látom azt mindig, amikor ide hív Karcsi, hogy nyissak meg egy ilyen rendezvényt, hogy mennyi fiatalt és gyereket és felnőttet is érdekel a fizika, úgyhogy ez egy különleges ünnepi alkalom. Ugye ma a kutatók éjszakája alkalmából, ugye délután kezdődően jött ide mindenki, talán azt érdemes megjegyezni, hogy ez a kutatók éjszakája, ez külön örömmel tölte bennünket, mert innen indult a kutatók éjszakája, Hertlen Karcsinak volt az többek között, de ő volt az egyik fő kezdeményező ebben, hogy létrejött a kutatók éjszakája. 2005-ben, 11 évvel ezelőtt kezdődött itt ebben az előadó teremben, az F29-es teremben. És én nagyon örülök, hogy ennyien vannak. Nem szaporítanám a szót, mert a ma este, vagy a ma délután, ha tetszik, az a kísérletekkel, a látványos és esetleg néha robbanásokkal járó kísérletek. Ha nem lesz robbantás, hát akkor ez azért remélem, hogy valamit még tartogatsz. Oké. Okay. Átadnám a Karcsinak a szót. Köszönöm szépen. Nagy szeptettel köszöntök mindenkit. Oké. Okay. Na, hát akkor nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és akkor tulajdonképpen a kísérletek, amelyeket szeretnék megmutatni, azok egyik részről azt szeretném mondani, hogy olyasmi ez, hogy a kísérleteknek az alapja az a környezetünknek a megfigyeléséből jön. Tehát a fizikának éppen ez a módszere, hogy megfigyeljük a környezetünket, megpróbáljuk megérteni, és hogyha megpróbáljuk megérteni, akkor olyan eszközöket építünk, vagy megpróbálunk úgy élni, hogy az a számunkra a legkedvezőbb legyen. Na, megjött a hang is. No, és akkor az első kísérlet, az, amit szeretnék megmutatni, a kromatográfiához fog egy kicsit elvinni minket, hogyha erősen belegondolok, akkor ez inkább a vegyészek asztala lenne. Az 1800-as évek végén, az 1910-es évek elején egy orosz ember, egy bizonyos Mihail Svet volt az, aki a kromatográfiát kitalálta. Ő nem vegyész volt, nem fizikus, hanem botanikus, és tulajdonképpen az egész kísérletet azért vettem elő, mert szeretnék megmutatni egy olyat, hogy hogyan lehet ezt a viszonylag bonyolult folyamatot egyszerűen megcsinálni, és hogy az embernek élménye legyen, egy kicsit csavarunk a dolgon, mobiltelefonos alkalmazással hogyan lehet ezt még szórakoztatóbbá tenni. Nem akarok ilyen egyszerű, meg olcsó poénokat, hogy tegye fel a kezét, akinek van mobil, mert biztos, hogy mindenkinek van. Tehát az első dolog, és akkor nekem van egy segédem, egy tanársegédem, aki nem ma kezdte, 2007-ben volt először. Hogyha véletlenül úgy gondolják, hogy hasonlít rám, hát az véletlenül van, mert a fiamról van szó. Tehát akkor a kísérlet tényleg nagyon egyszerű eszközökkel fog folyni. Itt a kezemben egy táblakrétát, akkor egy aszfaltkrétát tartok. Ezt az aszfaltkrétát fogjuk egy festékkel festeni. Kétfajta festéket hoztam, az egyik egy barna színű filctól, a másik pedig egy kék színű filctól. És ennek segítségével egy szép sötét foltot ide tenni. Egyszerű egyébként az elszívó krétát tenni, tehát hogy is mondjam, a filctól legyen a talpán, amelyik ezt könnyedén hagyja, épp ezért hoztam többet is. A pillanatokon belül ez a kréta kifogja magából, vagy a tollból kifogja szivattyúzni a festéket. Na, minden esetre az egyik fele az megvan, egy másik oldalát, ez barna, úgy szintén barna, a másik oldalát pedig feketével fogom megfesteni. A barna és a fekete festék egyébként attól izgalmas, hogy hát barna szín az, mint tudjuk, nincs, hanem csak az egy színérzet, és meg szeretném mutatni azt, hogy ezek a festékek milyen színekből készülnek, tehát ugye az mindenki számára világos lehet, hogy a festék, amit ide betesz, nem fekete, hanem valójában egy keverék, ami összességében fekete érzetet fog adni. Tehát, hogyha megnézi valaki, akkor itt lehet látni, hogy ezt a felét barnával festettem, meg ezt a felét pedig feketével.
Na most a következő dolog az lesz, hogy ide Petri csészébe fogom beállítani, és a Petri csésze, egy tágabb képet kérünk, a Petri csésze még per pillanat száraz, és most alá fogok önteni vizet. A kréta, amelyik száraz és porózus anyag, az elkezdi felszívni a vizet, és a porózusság révén egészen a tetejéig el fog jutni ez a nedvesség. A hajszálcsövesség tulajdonképpen jelenségéről beszélhetünk, és szerintem indítsuk el. Tehát akkor a kísérletet elindítottuk. Jól van így. Igen. És öntünk alá egy kevés vizet, és ezt a vizet föl fogja szivattyúzni. Amikor a vizet felszivattyúzza, akkor elindul fölfelé ez a nedvesség, és viszi magával a festékanyagot. A festékanyagnak a különböző komponensét különböző sebességgel fogja vinni. Ez most még nem annyira foglalja, igen, most egyébként nem ez látszik, hát erről az oldalról nem nagyon jó fogjuk látni, de az előadás vége előtt le fogjuk vetíteni azt a timelapse videót, ami készül. Tehát valójában egy olyan alkalmazását mutatom meg a mobiltelefonnak, hogy a mobiltelefonban, mint tudjuk, vannak kamerák. Ezek a kamerák tulajdonképpen, hogyha megfelelő szoftverrel látjuk el, lehet fényképezni, lehet videót is csinálni, és van az a videókészítésnek egy speciális változata, az úgynevezett timelapse videó, ami, ugye jól emlékszem, fél másodpercenként fog készíteni egy képet, és utána ezt az egészet össze fogja egy videóvá fúzni, ezért aztán nagyon rövid idő alatt egy viszonylag hosszabb távot fogunk tudni megcsinálni. Tehát az, hogy egy meredt szemmel üljön az ember és nézen egy ilyen megfestett krétát negyed óráig, azt szerintem nem egy élmény. Viszont hogyha ezt föl tudjuk valamilyen módon gyorsítani, és tulajdonképpen azt szeretném megmutatni, a mobiltelefon nem kiűzni kell az iskolából vagy az életünkből, hanem inkább próbáljuk meg arra használni, amire például való. Szerintem ez a kísérlet ez működik, szépen elindult. Amit szeretnék mutatni, abból már elég sok minden látszik. Én nem kérem azt, hogy az összes videó az, vagy az összes kísérlet az amiféle logikára van fölfűzve, de a logika, a következő lépés, hogy egy ismételten egy mobil alkalmazást szeretnék bemutatni. Ákos, gyere! Ákosról annyit kell tudni, hogy a Műegyetem doktorandus, jól mondom? Így van. Igen. Doktorandus az automatizálás tanszék, és a sugallatomra készítettek egy eszközt. Az eszköz, az itt látható, hogy aztán hogy jön ide az automatizálás, azt majd rögtön megnézzük. Szerintem oda a kamerának mutassuk meg, ne menj túl közel hozzá. És csak. Tehát itt van az az eszköz. Ez az eszköz tartalmaz két darab szenzort, egy hőmérséklet és egy nyomásmérő szenzort, és tartsad egy kicsit, és még azon kívül tartalmaz egy bluetoothos kapcsolatot, és ez a bluetoothos kapcsolat révén tud majd adatokat küldeni ebből a zárt palackból. Az első lépés, hogy bekapcsoljuk a kameránknak, ha mutatom, akkor lehet látni, hogy először piros volt ez a lámpa, ez a kalibrációs időszak, a zöld az, amikor várakozik, hogy adatokat gyűjtsön, és a következő, amikor a kék szín, akkor már adatokat továbbít. Ennek a laptopnak a segítségével fogjuk tulajdonképpen ezeket megmutogatni. Én bezárom ezt a palackot, és akkor szerintem a következő történet az lesz, hogy egyik részről fogjuk tudni ezt nézni. Van egy olyan eszköz, ami nem igazán jóra sikeredett, de majd mindjárt meg fogják látni. A mobiltelefonnak a képét szerettük volna kivetíteni, de most csak így kamerán fogjuk. És a következő lépés az lesz, hogy én ezt a palackot, amelyet egy szeleppel láttam el, egy gépjármű szeleppel, ide hozzá kötöm, és ezek után képesek leszünk fölpumpálni. Megteszed, hogy segítesz nekem? Gyere, kérlek, fogd meg, ide kéne állni. És hogyha valamit érzel, akkor rögtön mondod, jó? Megbeszéltük? Pardon, megigazítjuk ezt a szelepet. Bocsánat, piantra engedd el. Tessék. Elkezdem pumpálni. Szerintem mindenki jól láthatja, hogy két ott a hátunk mögött látható a mobiltelefonnak a képe. Nem más történik, mint hogy a hőmérsékletet, amely piros
vonallal látjuk, illetve a nyomást lehet látni, és tulajdonképpen ez egy mérőeszközé alakítottuk át. Én itt tudom ellenőrizni a nyomást, körülbelül most a négy légköri nyomás található. Mondd, éreztél valamit, miközben pumpáltam? Meleg volt, így van. Hát ugye azt mindenki tudja, hogyha... Köszönöm szépen, csücsülj le. Mindenki tudhatja, hogy amikor az ember egy ilyen gázt összesűrít, mondjuk egy biciklit fölpumpál, akkor mindenki tudja, általában azt szokták mondani, hogy ha itt megtapogatjuk az alját a pumpának, akkor az meleg. Na most ezt szeretném megmutatni, hogy nem csak a pumpának az alja meleg, hanem meleg a gáz. Attól, hogy összesűrítjük, és ennek eredményeként ez a levegő, amit ide beszettünk, az le is fog, tehát meg fog melegedni, növekszik a nyomás. Én azért mondom ilyen hosszasan, hogy lássák, hogy a környezet hőjétől ez elkezd kiegyenlítődni, és amikor a nyomást meg fogom szüntetni, szerintem ezt mindenki fogja hallani, akkor a kék az lemegy a nullára, tehát visszakerül az eredeti nyomásra, és a hőmérséket az pedig elindul lefelé, hiszen a hirtelen táguló gáz az hűl. És ennek eredményeként, hát persze van ennek az egész rendszernek egy hőtehetetlensége, maga a mérőműszer a környezettől fog melegedni, éppen ezért aztán egy kicsit lassabban követi a nyomáshoz képest a hőmérsékletet ez a gép. Ugye azt kell tudni, hogy a Műegyetemben több kar van, és itt két kar együttműködésről lehet szó, a természettudományi kar részéről jó magam, és az informatikai részéről pedig Ákos, illetve az ő általa vezetett hallgató készítette ezt, ugye ez mi volt? Ilyen témagyakorlat volt. Tehát tulajdonképpen egy ilyen eszköz, ami tulajdonképpen itt készült el az ötlettől egészen idáig, és hát akkor ezen az úton szeretném nektek megköszönni, Ákos, köszönöm szépen. Oké. A kísérlet, amikor ezt az egészet az ember megcsinálja, eredetileg, ezt ki is lehet kapcsolni, igen, eredetileg úgy született, hogy nézzünk egy olyan kísérletet, megismételjük ezt a kísérletet másképpen. Itt van egy palack, és ebbe a palackba beletettem egy kupakot, egy dugót, illetve itt van egy labdafújó szelep. És ennek a labdafújó szelepnek, illetve a kupaknak a segítségével megismétlem a kísérletet, össze fogom sűríteni, és amikor összesűrítettem, akkor utána hát majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Tehát az első dolog, elkezdem pumpálni, arra kell figyelni, hogy ebben a kezemmel erősen kell tartani, hiszen a dugó szeretne kiugrani. Körülbelül a légköri nyomásnak a 2,5-3-szorosára fog fölpumpálni. Így. Akkor, amint tudjuk, ez megmelegedett, ezt most már vagy elhiszél valaki, vagy nem. De minden esetre, amikor én azt mondom, hogy most ki fogom engedni a dugót, így, és amint látják, keletkezett egy felhő. Ez azért van, mert a hirtelen hűlés révén a párolgás igen gyors lesz, és a túltelített levegőben megjelennek a első cseppek. Hogyha én elkezdem fölpumpálni, akkor ugye ez a levegőnek az oldóképessége, a gázoldóképessége ismét növekszik, és ennek eredményeként szerintem jól látszik, hogy eltűnik a palacból a levegő. Nem a levegő, hanem ez a kis házilag készített föl. Megmutatom még egyszer. 1, 2, 3, és azt hiszem, mindenki látja, hogy íme itt van, hogyha a kupakot sikerül visszaszerezni, mert ugye a nyomás az dolgozik, akkor pillanatokon belül látjuk, hogy a pumpálás, első pumpálásra eltűnik egy varázsütésre ez a házilag készített fölhő. Tulajdonképpen, ha valaki el akarná helyezni, akkor a középiskolában a halmazállapot változások témakörében érdemes megmutatni ezeket a kísérleteket. Gondoltam, hogy a következő kísérletben pedig egy különleges konnektorról szeretnék beszélni. Ez a különleges konnektor, ez itt látható. Ide szépen bedugjuk ezt a konnektort, tehát ez szerintem jól látszik, hogy itt a zsinór, ide hoztam át, és hozzákötöttünk egy feszültségmérőt. Két darab izzót hoztam magammal, az egyik izzó az egy 24 voltos, 15 wattos izzó,
A másik izzó az pedig ennek a tartaléka. A harmadik izzó akkor pedig egy 230 volt 15 wattos izzó lesz. Tehát mindennek van tartaléka, nehogy nem működjön valami. Tehát akkor ezt szépen ide becsavarom, és akkor szerintem mindenki láthatni fogja, bekapcsolom, akkor ez a konnektorról működő izzólámpát bekapcsoljuk, és mutatja, hogy ez 230 volt, tehát a helyi hálózati feszültséget tudjuk megmutatni vele. Ez az első lépése a kísérletnek, és a második lépés az úgy kérdeződik, hogy ugyanebbe a konnektorba, ugyanebbe a lámpafoglalatba betekerek egy 24 voltos izzólámpát, hogy az vajon meddig fog világítani? Mennyi lesz az élettartama? Úgy is mondhatnám, hogy az első 10 másodperc után van-e, aki ezért akár csak egy lyukas két filérest adna ezért az izzólámpáért? Világos, ugye? Tehát csak azt látják, hogy ezt itt kapcsolgatom, bekapcsolom, és azt hiszem jól látszik, hogy ez egész jól világít. És akkor nézzük meg, mert ugye a mérés határt muszáj megváltoztatni, hiszen a 300 voltnál lényegesen kisebb feszültségről van szó. Bekapcsolom, és azt hiszem látszik, hogy az éppen 24 voltos. Na most a kérdés az, hogy hogyan lehetséges ez. Ha otthon elvégeznék ezt a kísérletet, akkor ne tegyék. Tehát, vagy legalábbis mindenképpen legyen kéznél egy villanyszerelő, aki majd visszakapcsolja a hálózatot. Megmutatom még egyszer, mert hogy ez félig meddig, hát nem mondanám csalásnak, de valami ravasság azért van benne. Hát itt van egy 24 voltos, itt a 230 voltos izzólámpa. Visszacsavarom, és az a kérdés, hogy most mit fog tenni. Hát szerintem mindenki jól látja, hogy most 300 voltos méréstartományban mutatja azt a 230 voltot, ami egyébként eddig is volt. Hogyan lehetséges ez? Úgyis mondhatnánk, hogy van-e csel benne? Vagy esetleg az a történet, hogy eladtam reggel az ördögnek a kísérlethez sikeréért a lelkemet cserébe, és aztán most már lélek nélkül állok itt önök előtt, vagy esetleg fizika könyvet olvastam. Tehát ezeket kéne megpróbálni körülnézni, hogy hogyan lehetséges ez. Azért beszélek el hosszan, hogy mindenkiben megpróbáljon a megoldás megszületni. Tehát abban reménykedem, hogy akinek van ebbe tapasztalata, az azt mondja, hogy há, biztos, hogy úgy csinálta ez a jó madár, hogy. És akkor mindenki gondolja ezt végig, addig én meg megpróbálom rávezetni önöket, hogy hogyan is néz ki ez a történet. Az első dolog, ami tipikusan rossz megoldásnak szokott lenni, hogy azt mondják, hogy itt van egy áramgenerátor van itt erre, elhelyezve itt valahol hátul, és hogyha tényleg be akarnám mutatni, hogy valami van itt hátul, tényleg itt van, tehát hogy nehogy azt higgyék, hogy én csalok, nem vagyok bűvész, csak egy bizonyos ideig az adrenalin szín növelése érdekében ide eldugtam ezt az eszközt. Tehát itt van ez a doboz, vagy mi lehet ebbe a dobozba? Ugye áramgenerátor azért sem lehet, mert hogyha valaki előveszi a 24 voltos és a 230 voltos izzólámpának az adatlapját, akkor ugye a 230 volthoz, hogy 15 watt legyen, sokkal kisebb áram kell, mint az 24 volton. Tehát a generátor az biztosan nem jó, a feszültséggenerátor az világosan nem, hiszen a mérőmű szerint mutatja, hogy egyszer 24 volt, egyszer meg 230 volt, és érdekes módon de lehetséges azt is gondolni, hogy valószínű, hogy kimondtam ezt a szót, és akkor az ott ez értelmez, ilyen szövegfelismerő van elhelyezve benne, és akkor az időd a kapcsolgat, de higgyék el, hogy nem ez a lényeg, hanem azt kell tudni, hogy az áramkörök alapjául működtető áramforrásoknak van egy lelki világa. Speciális áramforrás, ez egy olyan áramforrás, aminek a karakterisztikája ez a két izzólámpához van fölépítve. Ez azt jelenti, hogy amikor, nézzük meg, kicsavarom a lámpát, és mindenki érteni fogja, hogy abban a pillanatban, hogy én ezt kicsavartam, és az izzólámpa nélkül kapcsolom be, akkor a feszültség lényegesen nagyobb lesz abban az esetben, hogyha terhelés nélkül járatjuk ezt az áramforrást. Hogyha én fogom az izzólámpát és becsavarom, akkor nézzék meg, hihetetlen nagyot fog esni a feszültség abban a pillanatban, amikor bekapcsol a lámpa. És ekkor beáll az a feszültség, ami ennek a lámpának való. Abban az esetben, hogyha fogom, persze, hogyha itt lenne egy érintésvédelmi szakember, az most valószínű tépni a haját, hát ezt otthon ne így csinálják,
de most kivételesen azért, hogy lehessen látni, hogy mi történik, ennek az áramforrásnak egy nagyobb terhelés esetén nagyobb lesz a feszültség esése, de ebben a két speciális esetben a teljesítmény, tehát a teljesítmény az ugyanakkora marad, csak a feszültség változik, és hogyha letekerem ugye 30 voltos mérés határa, mindenki láthatja, hogy éppen 24 voltat ad. Miért is kapcsoltam ki ilyen gyorsan? Hát azért, mert hogy ami ide be lett építve, az nem más, mint egy transzformátor, ami a transzformátornak az a feladata, hogy a hálózati feszültséget föltranszformálja, és a transzformátorral be van kapcsolva tehát az izzószállal sorosan kapcsolva, be van kapcsolva egy ellenállás. És az ellenálláson az egyik esetben egy nagy feszültség esik, a másik esetben egy kis feszültség, de mindig az áram és a feszültség szorzata éppen 15 lesz. Ez így van kitalálva. Én azt veszem észre a szemekből, hogy van, aki nem érti. Nem baj. Nem baj. Én azt gondoltam, hogy ez esetleg így lehet. Nem baj, mert én ezt leírtam papíron egy kis dolgozatba, és ezt a dolgozatot a honlapomra ki fogom tenni, úgyhogy ez ma estétől elérhető lesz. De esetleg túl sokáig tartana a kutatók éjszaka, holnap reggelre lesz ott. Jó? És akkor a két lámpának a rejtélyes megoldást ebben a dolgozatban ki fogom tenni, úgyhogy hát ne haragudjon az, aki... Én úgy gondoltam, hogy a kutatók éjszakája muszáj valami olyat mutatni, hogy ami mégiscsak elgondolkodtatja az embereket. Tehát nem okos konnektorról van szó, nem arról szól a történet, hanem arról, hogy az áramforrásoknak a karakterisztikája milyen. Ha valaki fölteszi a kérdést, hogy miért, nagyon két mondat után el lehet jutni oda, hogy télen nem indul be az autónk, mert hideg van, és az akkumulátor valamiért oknál fogva megváltoztatta a karakterisztikát, és már nem alkalmas, hogy elindítsa az autót. Szerintem most visszatérünk erre a kísérletre. Ez gyönyörűen látszik, aminek látszania kell, hibátlan. Úgyhogy kikonvertáljuk, és aztán meg fogjuk nézni a többi kísérletet. Azért aztán, hogy tényleg valami olyan is legyen, amit könnyen meg lehet érteni, akkor a következőkben kísérletezni fogunk egy virágporral. A botanikus ma már egyszer volt, úgyhogy most a következő kísérlet arról fog szólni, hogy itt ebben a por, ebben az edényben van egy kis virágpor. Ez a virágpor méhek gyűjtögetik össze, és amikor én fogom, megpróbálom meggyújtani, itt van a gyufa, meggyújtom. Az virágpor egyébként éghető. Amikor én ide teszem a gyufát, akkor fogják látni, hogy lehetséges, hogy egy-két porszemcse meggyullad itt, de mindenképpen azt lehet látni, hogy komoly, nagysebességi égése nem jön létre. Majd megnézzük, hogy mit lehet ebből a kísérletből egy másik oldalról kiszedni. Tehát, amint látják, húzamosabb idő után talán sikerül ezt meggyújtani. Most egy másik módszerrel fogom ezt a virágport megpróbálni meggyújtani, mégpedig úgy, hogy beleteszek egy keveset ebbe a tölcsérbe. Így. És hát meggyújtjuk. Azt fogom csinálni, hogy belefújok a tölcsér aljához kötött csőbe, ekkor ez ki fog jönni, és ebbe a porba bele fogom tenni a meggyújtott gyufát. Hoppá. Ez a gyufának a hibája. Minden esetre az, hogy a virágpor az így szépen eloszlott állapotban van, azt szerintem ez mindenki jól látja. És ami biztos ide, ettől egy kicsit távolabb megyek. Ilyen még nem volt, hogy a gyufát sikerült volna elfújni. Nem baj. Azt hiszem, hogy most már jobban látszik mindaz. Most a kísérlet... Látom, hogy meg kell ismételnem a kísérletet, meg hallom is. De még mielőtt a kísérletet megismétlem, meg szeretném elmagyarázni, pontosan mit látunk. Ugye a virágpor az egy éghető anyag,
amikor egy virágpor szemcse meggyullad, ott hő keletkezik, és az összes köbnyi, összes környezetében levő virágpornak egy alkalmasabb eseményt, egy alkalmasabb helyszínt készít az égésre. Tudjuk, hogy minél magasabb egy kémiai reakciónak a hőmérséklete, annál gyorsabb lesz. Na most tulajdonképpen itt is az történik, hogy a hőtermelő folyamat egyre nagyobb és nagyobb hőmérsékletet fog produkálni, és mindaddig, amíg éghető szemcse van, addig ez a folyamat igen gyors lesz. Az előzővel összehasonlítva az történik, hogy a virágpor nagyon kis felületen érintkezik a levegő oxigénjével, amikor a levegő oxigénjével nagy felületen tud érintkezni, akkor a kémiai folyamat szereplői, hogy is mondjam, igen közel kerülnek egymáshoz, és ennek eredményeként alakul ki ez a virágpor lobbanás. Egyébként azt szeretném mondani, hogy amikor ezt az egészet az ember fölteszi, hogy na, akkor van ennek veszélye a mindennapi életben, akkor a porrobbanásokról szeretnék beszélni. Megmutatom még egyszer. Szerintem ez, hogyha fényképet tudnak majd erről csinálni. Tehát visszanézve a fényképeket, majd fogják látni, hogy egy darabig egy ilyen keskeny felület van, és utána hirtelen elkezd kitágulni. Azon a részen gyorsul fel a folyamat, azon a részen a levegő hőtágulása egész egyszerűen mutatkozik. Tehát az, hogy ilyen elkezd oldalirányba vagy minden irányba tágulni, az a levegő hőmérsékletének nagyon drasztikus emelkedését mutatja. A következőkben... Na hát erre nem gondoltam, hogy ilyen por lesz itt, de nem baj. A következőkben pedig, ha már kísérletekben csapongunk, akkor legyen ez is egy forró kísérlet. A kísérlet főszereplője egy transzformátor. Ez a transzformátor valamikor egy mikrohullámú sütőnek volt a transzformátora, amikor tönkrement a vizsgálatok során az derült ki, hogy zárlatos lett a nagy feszültségű rész. Ez a nagy feszültségű rész itt fölül volt. Én ezt fűrészre addig dolgoztam rajta, amíg onnan eltávolítottam, és tettem bele összesen 3 menetet. Ez azt jelenti, hogy ebből a vastag drótból 1, 2, 3 menetet hoztam, és a 2 vége van ide kitéve. Ó, nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. No, hát akkor nézzük meg, hogy mire fogjuk használni ezt a transzformátort. Hát igazából én... vasolvasztásra fogom most megmutatni, hogy hogyan lehet használni. Itt van egy vas drót, és ez a drót lesz a főszereplője továbbiakban a kísérleteinknek. És azért, hogy ne kelljen nagyon sokat, hogy is mondjam, kockáztatni, ezért aztán igyekszem úgy beállítani a kísérletet, hogy amennyire lehet, ne gyújtson föl semmit itt a környezetben. Ugye tudjuk, hogy a vas megolvasztása az 1536 Celsius fokra van szükség, de gyanítom, hogy ezt mindenki tudja, hogy ez egy válfa, mégpedig acéldrótból, és akkor ezt a válfát, ezt az acéldrótos válfát szépen ide fogom szorítani ezekhez a sarukhoz, itt az egyik, és itt a másik. Ugye világosan látszik, hogy egy olyan áthidalást fogunk csinálni, ami normál esetben rövidzárásnak felelne meg, tehát szerintem ezt mindenki jól fogja látni, hogy megszorítjuk. És akkor nekem semmi más tennivalóm nincs, mint az, hogy áram alá helyezzem. Hogy mindenki jól láthassa, akkor ezt ide fölhajtom. És akkor ugye 2 dolog lehetséges, hogy valahol ugye 2 pont között a drót az meg fog olvadni. És akkor föl lehet tenni a kérdés, hogy vajon ez a kör fog megolvadni, vagy itt a 2 között előre. És hogy miért? Ugye, tehát, na de mondom, hogy mindenkinek meghagyom a lehetőséget, hogy végig gondolja. Amikor ez a végig gondolás megtörtént, akkor mondják, hogy igen, akkor kezdhetjük, akkor most bekapcsolom ezt az áramforrást, és szerintem mindenki nagyon jól látja, hogy ez elkezd melegedni, és rövid időn belül szépen el is fog égni, és el is fog csöppenni. Ehhez csak egy egész keveset kell várni. Tehát amit láttak, az tulajdonképpen nem más, mint az elektromos áram, amikor egy vezetéken keresztül halad, akkor a vezetéken keresztül haladásnak ára van, és ez az ára az azt jelenti, hogy a sodródó elektronok, azok tulajdonképpen megmelegítik ezt a drótot.
Én ilyenkor általában nem nagyon szoktam kapkodni, mert ahogyan a villamos szakmában nagy divat azt mondani, hogy az a drót, amelyiken áram van, meg amelyiken nincs áram, az éppen ugyanúgy néz ki, csak éppen más a fogása, ezt szokták mondani. Ugye én gépész ember vagyok, és én meg azt tanultam, hogy mielőtt egy ilyen vasat az ember megfog, mondjuk egy ilyen vasműnek a területén, akkor érdemes előtte leköpni, hogyha serceg, akkor nem nyúlunk hozzá. Tehát ez körülbelül ezt így lehet elgondolni. És akkor szerintem most már hűlt annyit, és hogyha ilyen forró kísérletekről van szó, akkor szeretnék megmutatni egy olyat, hogy hogyan lehet megmelegíteni valamit annélkül, hogy elektromos áramot folyatnánk rajta keresztül. És amit én szeretnék megmutatni, az nem más, mint egy számítógépes szoftver, elindítjuk a képet, és tulajdonképpen egy speciális kamerának a képét látják. Ez a kamera, ez itt látható. Előbb-utóbb majd lesz itt ebből kép. Ez a kamera itt látható. Ez egy úgynevezett infrakamera, ami tulajdonképpen az emberi szem számára nem látható. Egy pillanat. Azt nézem, hogy szerintem ezt vissza kéne kapcsolni. Oké. No, tehát akkor rövidesen lesz majd egy kép erről az infrakameráról. Ez az infrakamera, nem jót kapcsoltam át? Bekapcsoltam a 01-et. Ja, hogy az nincs bedugva. Hát az az igazság, hogy ahogy szokták volt mondani. Oké. Ha valami nem jó, akkor szóljatok ki, és akkor megcsinálom. No, tehát akkor egy kis pici technikai hiba történt. Tulajdonképpen akkor még egyszer elmondom, egy olyan infrakamerát látunk, ami tulajdonképpen nem a látható sugarakat, a szemnek látható sugarakat fogja közvetíteni, hanem azt látjuk, hogy a kamera irányába valamilyen színes képeket látunk. Nézzék meg, hogy a kamera mögé, ha az ember ide beáll, akkor sokkal több minden fog látszani belőle, előbb-utóbb, vagy mégse. Jó, nézzük meg, hogy pontosan mit is láthatunk ezzel a kamerával. Aha, hát ha nincs kinyitva, akkor nem sokat. Hát ha nincs kinyitva, akkor nem sokat. No, tulajdonképpen megpróbálom saját magamra irányítani ezt a kamerát, és akkor megnézzünk egy-két érdekességet. Ha valaki megnézi, akkor ez itt én lennék, és akkor nézzék meg, hogy ezek a különböző színek különböző hőmérsékleteknek felelnek meg. Tehát úgynevezett hamis színinformációs hőtérképet látunk. Ha megnézi az ember, akkor ott a távoli állókat leszik, hogy például az Ákos és a Józsinak a képét látjuk. Ákos, emelt fel a kezed, légy szíves? Tehát látják, hogy ő az ott Ákos, tehát ez elég messzire is ellát ez a szerkezet. Én ha beállok ide a kamerába, akkor látják az arcomat, hogy éppen milyen a hőeloszlás. Nézzék meg, hogyha egy szemüveget az ember fölvesz, akkor egészen komoly változások vannak, hiszen a szemüveg a hősugarakat azt le fogja árnyékolni. No, hát akkor nézzük, hogy pontosan hogyan tovább. Én itt beállítottam valamit, és reményeim szerint ez működni is fog. Én itt megjelenek, és akkor igen, itt lehet látni, hogy itt van egy üllő előttem. Ez az üllő, nézzék meg, hogy jó hideg. Egy picit még állítok rajta, csak azért, hogy pontosabban és jobban lássuk ezt az üllőt, így. És ezen az üllőn én kalapálni fogok. Tehát itt van az üllő, mindenki szépen láthatja, hogy itt van az üllő, és én hoztam magammal egy ilyen drót végére fölrakott ilyen anyát. Ez az anya most tulajdonképpen azért nem nagyon látszik,
Tehát tulajdonképpen meg tudom mutatni, hogy itt van a tenyeremben az anya, így íme itt van. Ha ide teszem, akkor azért nem látszik, mert körülbelül ugyanaz a hőmérséklete, mint az üllőnek, és most tulajdonképpen semmi más nem fogok tenni, mint hogy elkezdem püfölni kalapáccsal, fogják látni, hogy az anyának megváltozik az alakja, és nem csak az alakja fog megváltozni, hanem a hőmérséklete is, mégpedig azért, mert amikor elkezdem csapkodni, akkor a kalapácsnak a mozgási energiájának nagy része hővé fog alakulni. Amit érdemes megnézni, az, hogy az üllőn a kalapálás hatására, hát azért kötöttem meg egy madzaggal, hogy ez itt maradjon, szerintem szépen látszik, ahogy én ezt ütlegelem, egyre forróbb és forróbb. Akár 100 Celsius fok fölé is fölkerülhet ennek a vasdarabnak a hőmérséklete. Tulajdonképpen, hogyha én egy ügyes kovács ember lennék, akkor megtehetném azt, amit egyszer láttam egy kovácstól, hogy elővett egy hideg vasdarabot, elkezdte kopácsolni, és utána rágyújtott a cigarettájára. Én erre nem vállalkozom, mert ehhez hosszú gyakorlat kell, de minden esetre itt nagyon szépen látszik, hogyha elkezdjük ezt a vasdarabot püfölni, akkor megmelegszik, még mindig szépen látszik, hogy a környezetéből mennyire szépen kiemelkedik ez az izzó darab. Ha megfogja az ember, és még egyszer megpróbálja ezt a kísérletet elvégezni, akkor szerintem most már mindenki látja, hogy mire kell odafigyelni. Elkezdem ütlegelni, és annak eredményeként, hogy ezt ütöm, egyre vörösebb és vörösebb. Tulajdonképpen a mechanikai munkát át tudjuk alakítani hővé, és itt nem más, mint a deformáció lesz az, ami a főszerepet kapja. No, szerintem ezt most már el lehet pakolni, mert kihűlt, és akkor nézzünk egy következő kísérletet. Ha már itt van a hőkamera, akkor van itt nekünk egy kis melegvízünk, és ennek a melegvíznek a segítségével szeretnék egy olyan kísérletet megmutatni. Úgy. Tehát azt hiszem mindenki jól látja, hogy ez az edény, ez melegvizet tartalmaz, ha valószínűleg kinyitom, akkor még lehet látni, hogy gőzölög is. Amit szeretnék megmutatni, ide tettem le, van két rézből elkészített kis darabka, ami az egyik az valamikor egy számítógépnek a hűtőbordájából lett kiszerelve, ez pedig egy tömör réz darabka. Ezzel fogunk kísérletezni. Itt van egy pohár valahol, ide letettem a poharamat. Megvan. És azt fogom megcsinálni, hogy ide leteszem ezt a poharat. Ez a pohárról még látjuk azt, hogy ez a pohár még egyáltalán nem világít. Tehát ha ide teszem, akkor jól látszik, hogy nem világít. És ugye azért nem világít ez a pohár, mert hideg a környezetéhez képest. Hogyha beletesszük a forró vizet, akkor fogjuk látni, hogy hogyan melegszik meg a pohár. És tulajdonképpen átveszi a környezetnek a hőmérsékletét. Szerintem ezt mindenki jól látja. És amit ebből igazán szeretnék megmutatni, az ez a két rézdarab, aminek a szerepét szeretném megmutatni. Jól látszik? Vagy jöjjek közelebb? Tehát azt hiszem mindenki jól láthatja, hogy itt van ez a két rézdarab. Geometriáját tekintve mind a kettő ugyanakkora. Az egyiket tömör részből készítették el, ezt a másikat, ezt úgy hívja a szakma, hogy heat pipe. Hőcső. A hőcső arra való, hogy vezeti a hőt eszméletlen módon, úgy, ahogy a tömörfém nem tudja. Azt mindenki tudja, hogy a réz nem csak az áramot vezeti jól, hanem nagyon jól vezeti a hőmérsékletet is. Ehhez a részhez fogjuk összehasonlítani ezt a hőcsövet. Mégpedig úgy, hogy ebbe a forróvizes edénybe bele fogom dugni egyszerre a két csövet, és azt kell megnézni, hogy melyik színesedik el gyorsabban, amelyik gyorsabban színesedik, az vezeti jól a hőt. Azt hiszem, hogy ez nagyon szépen látszik. Egyszerre beteszem a kettőt, és gyönyörűen fogjuk látni, hogy az egyik... Na most... Hát lehetett volna egy picit melegebb. Melegítünk egy keveset rajta, de csak azért, mert a hőcső ennek egy megadott hőmérséklet fölött van igazán komoly jelentősége.
mindesetre fogjuk látni, hogy hogyan melegszik a hőmérséklet hatására, tehát a bekapcsolás hatására hogyan melegszik az itt levő víz. És utána pedig megnézzük azt is, hogy a hőcső az pontosan hogyan működik. Így. Egy egész picit közelebb jövünk hozzá. Ez lesz a pohár, amivel kísérletezni fogunk. Ide fogjuk betenni, így van, és ezt fogjuk látni. Oké. Okay. Egy rövid melegítés után ez fog működni. Tehát teszünk bele egy kis forró vizet. És hogy ez ne zavarjon, kitesszük a képből. És tulajdonképpen egyszerre fogom beletenni a két testet. És szerintem jól fog látszani, hogy az egyik a hőcső, az sokkal jobban vezeti. Szerintem látszik az, hogy ez a hőcső, ez tűzforró. A másik pedig ehhez képest pedig gyakorlatilag teljesen szobahőmérsékletű. Azt javasol, hogy próbálj megfogni ennek a végét, ittal fogom, és fogja meg ezt. Nem tudom, mennyire érződik a különbség. Megnézzek önök is? Két vége. Egy pillanat. Sokkal jobban látni ezt a dolgot, hogyha sokkal jobban lehet kézzel érezni, hogyha... Valamilyen oknál nem annyira jött ki, de minden esetben az egyébként talán a kicsit közelebb jövök erre. Az egyik az egy tűzforró, a másik az pedig teljesen nem látszik. Tehát ez az a felület, amelynek át kell adni a környezetnek a hőmérsékletet, a processzornak a hűtésére, ez a kis korongocska van. A megjelenik szerintem gyönyörűen látszik a tűzforró. Aha. Bocsánat, úgy látszik, hogy a gravitáció nem hagyott ki, tehát a mikroport engedelmeskedett a környezetnek. Na jó. A következőkben pedig egy kicsit a hidegebb irányba fogunk elindulni, és amit idehoztam eszközöket, azzal kapcsolatosan szeretnék bemutatni egy-két kísérletet. A cseppfolyós nitrogén és a száraz jég hallatán a legtöbb ember örömmel veszi, hogy idén is előkerül. Tehát akkor nézzük meg, hogy a cseppfolyós nitrogén és a száraz jég az mire jó. Itt van a nitrogén, mint eszköz. A száraz jég pedig itt ebben az edényben található. A száraz jéget könnyedén meg tudjuk mutatni, hogyha ide beleteszem ebbe az edénybe. Mindenki láthatja, hogy ez a jégkockára kíméletlenül hasonlít. Ha akarják, egy picit így föl is tudom mutatni. Erre mondják, hogy nem szabad kézzel megfogni, tehát mínusz 78,5 fok hideg, és elképesztően alacsony a hőmérséklete. Viszont van nekünk egy másik edényünk, amiben meg tudjuk mutatni, hogy hogyan néz ki a cseppfolyós nitrogén. A cseppfolyós nitrogén pedig, ha megnézzük, akkor az egy folyadékhalmaz állapotú, a hőmérsékletét tekintve 196 Celsius fok hideg, és akkor ezzel a két anyaggal szeretnék egy keveset kísérletezni. Tehát a cseppfolyós nitrogén a levegőnek az egyik alkotó elemeként tudjuk ezt előállítani, tehát az egész levegőt cseppfolyósítják, és a cseppfolyósítás eredményeként az oxigént kiszokták ebből szedni, és akkor marad egy kémiai elem folyadékhalmaz állapotban, amely mínusz 196 Celsius fok hideg, hogy mennyire hideg, rövidesen egy kísérletet fogom megmutatni. A száraz jeget azért hoztam, mert ez tud valami olyat, amit az átlaganyag nem nagyon, mégpedig az, hogy sublimál. A sublimáció azt jelenti, hogy betesszük az edénybe a száraz jeget, a száraz jég a környezet hőjétől elkezd melegedni, és nem megolvad, mint általában a jegek szoktak, hanem a száraz jég azonnal szilárd gázhalmaz állapotúvá válik. A fizikusok ezt a jelenséget szublimációnak szokták hívni. A szublimációról azt kell tudni, hogyha most kíváncsiak, mit is jelent ez, hogy ha ezt egy huzamosabb ideig itt hagynánk magunk előtt,
akkor mi történne? Úgy tűnne el a szemünk elől, hogy folyadékot nem találunk. Hogyan lehet ezt bebizonyítani? Úgy is tehetnénk fel a kérdést, hogy szavazásra teszem fel a szót, de nem a vasárnapi szavazásról van, szóval most kéne eldönteni, hogy ki az, aki elhiszi nekem azt, hogy ebből egy olyan gáz jön kifelé, amit semmilyen szinten nem tud az ember érzékelni, illetve ha már érzékel, akkor régen rossz. Tehát ki az, aki úgy gondolja ebből, ki az, aki elhiszi ezt nekem? Így tegye fel a kezét. Na látják, ez a legnagyobb baj. Ez a legnagyobb baj, mert a fizikát azt nem a hitre szokás építeni, hanem a fizikát a bizonyosság adja. Tehát akkor azt kell mondjam, hogy a fizikusok, amit nem tudnak kézzel tehát kézzel vagy bármiféle emberi receptorral nem tudnak észlelni, na ezeket az anyagokat, vagy ezeket a mennyiségeket valamiféle érzékelővel, idegen szóval detektorral szokták érzékelhetővé tenni. Én mutatok egy ilyen módszert, megint csak az egyszerűséget szeretem. Itt a kezemben egy gázfejlődés jelző detektort látnak. Ezt a gázfejlődés jelző detektort ráhúzom ide, akkor azt fogják látni, hogy ennek a mérete növekszik, és ez azt mutatja, hogy a térfogata növekszik, hogy csak és az lehet, hogy egy gáz ott növekszik. Tehát, hogy tényleg keletkezik gáz. Hát a gázfejlődés jelző detektorunk az szerintem jól működik. Később visszatérünk rá, a környezet hőjétől a száraz jég megolvad, vagy megolvadás helyett gázzá alakul. Na most itt van ez a másik folyadék, kísérletezzünk egy kicsit ezzel is. Itt van egy pillepalack, és ez a pillepalackban egy kevés cseppfolyós nitrogént beleöntök, és a cseppfolyós nitrogént, ha nézi az ember, akkor fogja látni, hogy itt a tetején valami kis gázmennyiség van. Befogom a tenyeremmel, és egy keveset várok. Még mindig várok, és egyszer csak magára hagyom, és így pöffen egyet. Na, ezt fogjuk felhasználni még pedig a következőre. A kezem helyett most egy dugóval fogom bezárni. És a dugó nem engedi a cseppfolyós nitrogénből keletkező gázokat távozni, ezért ott bent elkezd növekedni a légnyomás. És a légnyomás, hogy elkezd növekedni, egyszer csak fogja magát, és kilövi ezt a dugót. Ha például valakit a jövő héten a fizika tanárja megkérdez, hogy mit látott, hát sok mindent lehet majd mondani, de én szerintem erről a kísérletről azt érdemes mondani, hogy egy energia átalakulási folyamatot látunk, ugyanis a környezet hőjétől elforr a nitrogén, és a nitrogén gáznak a feszítő ereje az olyan lesz, hogy ezt a dugót képes 1/2 emszer V-négyzet sebességre fölgyorsítani, amiből 1/2 emszer Gézer H munkavégzés lesz. A kérdés az, hogy én teljesen tisztában vagyok abban, hogy ezek a kísérletek unalmasak, már csak azért is, mert csak idáig emelkedett föl. Lehetne sokkal jobb is. Tulajdonképpen meg is próbálhatjuk, egy kis fizikatudás kell hozzá, nem több. Ugyanúgy becsavarom, ahogy eddig volt, és egyszer csak azt fogjuk tapasztalni, valamivel nagyobb sebességgel fog elindulni ez a palack. Tehát valamivel nagyobb sebességgel fog elindulni ez a... Tehát valamivel nagyobb sebességgel indul ez a palack, és utána kéne járni az okoknak. Ugye, ha most utána kéne pontosan járni, az első dolog az lenne, hogy hoznék egy mérleget, rátenném a palackot, megnézném, mennyi a tömege, veszem a dugót, ráteszem, megnézem a tömegét, tegyem már meg, hogy emelje föl a kettő között, amelyik nehezebb. Emelje föl, hogy lássa mindenki. Úgy, tehát a dugó a nehezebb. Ez világos, hogyha az ember utána számol, akkor a gázoknak a feszítő ereje a nehezebb tömegűt, az kevésbé fogja fölgyorsítani, mint a könnyebb tömegűt. Ugye valami ilyesmi kell tenni. Igen, ám csak a legnagyobb baj, hogyha az ember precízen utána számol, ez nem jön ki. Annyival nem könnyebb ez, mint amennyivel nagyobb sebességgel elindul. Tehát nézzük meg még egyszer, hogy mi történhetett. Tehát akkor öntsünk bele egy kis cseppfolyós nitrogént, így. A cseppfolyós nitrogén az első esetben
addig fogja gyorsítani a dugót, amíg a dugó kellően távol nem lesz a pillepalac szájától, tehát körülbelül ebbe a magasságba befejeződik a gyorsítás, és ennek eredményeként a dugó az nem fog túl magasra fölmenni. Néha a palac szokta megadni magát, de hát hogy is mondjam, kockázat nélkül nincs rizikó. Ez az egyik. A másik esetben, amikor én megfordítom a palackot, gondoljanak utána, mi történik. A palack is nyugalomban maradt, meg a nitrogén is. Amikor a dugót bezárom, átfordítom, akkor átfolyik a dugó, a cseppfolyós nitrogén, és egyszer csak fogja magát, és egy pillanat alatt elfog... Tehát... Jó. Tehát, hogyha nem jön vissza, akkor esélytelen, hogy megismételem a kísérletet. Tehát én azt gondolom, hogy járjunk utána még alaposabban, tehát amikor itt van a cseppfolyós nitrogén, itt van a dugó, és itt van ez a könnyű palack, az első lépésben a dugót hátra lő ki a palack, és akkor elindul fölfelé. Igen ám, de a dugónak a következtében itt a levő cseppfolyós nitrogént is hátra lő ki, az egy második fokozat, és akkor még van az a gáz, amelyik nagy a nyomása, és ez a három együttesen egy három fokozatú rakétát adott, ennek a végsebessége már értjük, hogy miért ekkora. Közben a száraz jegünkből keletkezett nem kevés mennyiségű gáz, és a nem kevés mennyiségű gázat megpróbáljuk megértetni, mit jelent az, amikor a fizikatanár azt mondja, hogy a folyamat megfordítható. A folyamat megfordíthatóságához azt kell tudnunk, hogyha a száraz jégnek a sublimációs hőmérséklete -78,5 fok, akkor ha a környezet -78,5 foknál melegebb, akkor gáz keletkezik, ha hidegebb, akkor pedig gáz el fog tűnni. Tehát most én annyit teszek, hogy fogom, öntök alá egy kis cseppfolyós nitrogént. Ilyenkor az edénynek az alját lehűtöm. Az edény alja -196,5 fokos lesz. Ez azt jelenti, hogy rövidesen az ott levő gázmolekulák szilárd halmazállapotúvá alakulnak, és a szilárd halmazállapotban való átalakulás azt fogja jelenteni, hogy csökken a térfogat. Szerintem mindenki jól látja, hogy a rövid idő alatt a cseppfolyós nitrogénben lehűtött edényben keletkezik száraz jég, szilárd halmazállapotú, aminek sokkal kisebb a térfogata, és ennek eredményeként látjuk, hogy a gázfejlődés jelző detektorunk az húzódik össze. Ezt egy picit még magára hagyjuk, és akkor én a következő kísérletet fogom megtenni, majd ide fogok egész a kamerához közel jönni, és kísérletet teszünk arra, akarom mondani, egy bemutatót fog tartani, hogy hogyan lehet a száraz jeget megolvasztani. Azt is lehet, csak azt nem egyszerűen melegítéssel kell elkövetni. Tehát, akkor amint látják, a gáz húzódik össze, akarom mondani, a gáz nem húzódik össze, összehúzódik, kondenzálódik, és teljes egészében eltűnik a térfogata. Majd erre a kísérlet, a következő kísérlet erre is meg fog minket tanítani. Azért billentem meg, hogy mélyebb legyen a cseppfolyós nitrogén fürdő, és egyszer csak azt látjuk, hogy már olyan kicsi a léggömb, mint a kísérletnek az elején, és most jön a drámai fordulat, mert az is kell egy kísérlethez, hogy jó legyen és szeressék az emberek. Nézzék meg, hogy olyan kicsi lesz a térfogata, hogy kisebb lesz, mint a külsej, és de szépen fogja magát és bemegy. És teljes egészében eltűnik a gáz, ez azt jelenti, hogy a léggömb úgy béleli ki az edényt belülről, ahogyan sehogyan másképpen nem tudnak, hiszen teljesen neki feszül a tartály falának, akarom mondani, a külső légnyomás neki nyomja. No, tehát akkor a következő kísérlet arról fog szólni, hogy megnézzük, mit jelent az, hogy halmazállapot változás. A halmazállapot változás, hogy mit jelent, tehát fölfújunk egy léggömböt, ezt én megkötöm, tehát akkor mindenki láthatja, hogy a tüdőmmel fújtam föl, így itt van a léggömb. Ezt a léggömböt fogjuk lehűteni. A hűtéshez ismételten cseppfolyós nitrogént fogok használni. A cseppfolyós nitrogén
amikor találkozik majd a léggömbbel, akkor a léggömbnek a felületét hűti le, és a léggömb felületével találkozó gáz, az pedig elkezd összehúzódni. Mindenki tudja azt, hogy amikor egy testet megmelegítünk, akkor kitágul, hogyha lehűtjük, akkor pedig összehúzódik. Ez szilárd, cseppfolyós és légnemű anyagoknál is így van, de legjobban a gázoknál látszik. Azt kell tudni, hogy körülbelül az 1800-ad részére fog összehúzódni ez a léggömb, legalábbis, hogyha valaki kinyit egy fizikakönyvet, és megkeresi benne, hogy a halmazállapot változáskor felő térfogatváltás mekkora, akkor, és ezt megértette, akkor ezen a jelenségen, amit most fogok bemutatni, nincs senkinek csodálkozni valója. Figyeljék meg, hogy öntöm rá a cseppfolyós nitrogént. A nitrogén úgy öntöm, hogy nagy felületen hűljön a léggömb felülete, és ennek eredményeként elkezd a léggömb összehúzódni. Egyre kisebb és kisebb lesz, olyan kicsi lesz, hogy szégyenében elbújik, de hát itt szó nincs szégyenről, csak halmazállapot változásról, drámai ilyen fizikai dolgokról. És hogyha a teljes egészében sikerül ezt lehűteni, akkor amit én belefújtam a tüdőmmel, annak a levegőtartalma cseppfolyóssá válik, és a páratartalma meg megfagy. Ez azt jelenti, hogy teljes egészében eltűnik a térfogat. Itt van a léggömb, amit az elébb láttak, és hogyha most bioenergiával besugárzom, valódi bioenergiával, mert ez testhő, nem az, amit ugye a tévében mondanak, hogy tedd a kezed a tévére, és jön a bioenergia, hanem valami egész más, és akkor nézzék meg, hogy a halmazállapot változás eredményeként a térfogat először hihetetlenül kicsire húzódott össze, majd ha melegítem is visszakapja az eredeti hőmérsékletét, az eredeti térfogata is visszajön. Mit lehetne erről mondani? Ez a kísérlet, ez tulajdonképpen azt is megmutatja nekünk, hogy ha nem hagyjuk ezt a léggömböt tágulni, akkor hihetetlen nagy nyomás jön létre. Erről megfeledkeztem az egyik előadásomon, és az történt, képzeljék el, hogy amikor még a nagyon pici volt a léggömb, ide betettem a zsebembe. Rövid időn belül letépte rólam az inget, tehát sajnálhatják, hogy nem voltak ott, akkor sokkal többet nevettek. No, tehát akkor a következőkben még egy térfogatváltozást szeretnék megmutatni. A térfogatváltozás bemutatásához egy pillepalackot hoztam, ez a pillepalackban nagy nyomás van. Ha azt mondanám, hogy így összenyomom, és nem tudom összenyomni a kezemmel, akkor azt mindenki nem biztos, hogy elhiszi, de talán úgy meg lehet mutatni, hogy ide teszem ezt a műszert, ide szépen rátámaszkodok, és nézzék meg, nem lehet összenyomni, tehát ebben nagy nyomás van. Mégis arra kérem önöket, hogy segítsenek nekem, küldjenek egy kis bioenergiát, így. És akkor én összefogom ezzel a bioenergiát, összegyűjtöm a bioenergiát, és önök felé kisugározva ez fog menni. Ide fogom beletenni ebbe a palackot, így. Túl sok benne a nitrogén. Tehát ide szépen, tehát a tréfa természetesen a tréfa marad, ide szépen beteszem, és nézzék meg, a pillepalacnak körülbelül 1 mm vastagságban áll a nitrogén. És hogyha kellően sokáig várunk, és akkor elkezd ez a palack összehúzódni, és a külső légnyomás nyomja össze, az a gáz, ami benne volt, az a gáz az most folyadékká válik, és a folyadéknak a térfogata, az eredeti térfogat 1800-ad része. Nézzék meg, mint hogy egy láthatatlan óriás gyúrná össze azt a palackot, amelyet az elébb a tömegemmel se tudtam jelentősen deformálni. Tehát tulajdonképpen nem az a fő feladat, hogy az ember megszakadjon, hanem az, hogy összehúzza, akkor rá kell jönni, nem erőből kell megcsinálni, hanem fizikatudással, és csak le kell hűteni. Ide jövök egy kicsit a kamerához közel, és megpróbáljuk megmutatni azt, hogy ebben van egy folyadék. Ez a folyadék körülbelül itt az alján fog megjelenni. És amikor ez a folyadék megjelenik, akkor azt is fogjuk látni, itt az ujjamnál talán látszik, hogy elkezd forrni ez a folyadék, és a forrása révén elkezd fölfúvódni. Ha megnézik, akkor szépen látszik, hogy az ujjam által közölt hő lesz pontosan az, ami a folyamatot elindítja, és amikor a szobahőmérsékletű lesz, akkor megint akkora lesz a nyomás, mint a kísérletünknek a legelején.
Ígértem azt, hogy a száraz jeget megolvasztjuk. A száraz jég olvasztáshoz egy különleges tégelyre van szükség. Itt ez a tégely. Ugyanúgy néz ki a menet rajta, mint egy pillepalacké. A kupak is teljesen olyan, és ebbe a kupakba beletettünk egy gépjármű szelepet. Innen veszünk egy szép nagy darab száraz jég darabkát, ide beleteszem. Nézzék meg, hogy ezek után, ha lezárja az ember a szelepet, akkor egy darabig nem történik semmi. Nekem még kell viszont. Igen. Tehát ide jövök, és figyelj, tudok én távol, mert csak lássuk a távolságot. Jó, így? Jó, én tartom a kezembe ezt az edényt. Nézzék meg, hogy ebbe a pillepalack előformába betettünk egy darab száraz jeget. A környezet hőjétől ez a száraz jég most elkezd melegedni. Az világos, hogy ugyanúgy fog növekedni a nyomás, mint ahogy eddig növekedett volna. Ott nem tudott növekedni a nyomás, amikor a pillepalack, vagy az erőmeje lombikra rátettük, hiszen a lombikra rakott léggömb szabadon tudott tágulni. Itt a tágulásnak nincs esélye. Tehát nem csak a hőmérséklet fog megnövekedni, hanem meg fog növekedni bent a nyomás is. És amikor a nyomás és a hőmérséklet egy kritikus értéket elér, ezt úgy hívják a fizikusok, hogy hármas pont, akkor fogjuk látni, hogy a száraz jég ebbe az edénybe megolvad. Elsőként azt látjuk majd, egész közelre tudunk menni? Hát elsőként azt látjuk majd, hogy itt az oldalát, ennek a palacnak az oldalát elkezdi nedvesíteni a széndioxid. Kell egy kis idő hozzá, hiszen a széndioxidnak -78,5 fokról -55,2 fokra föl kell melegednie. Aha, bocsánat, most kezdődik látszani, hogy a cseppfolyósodás folyamataként elkezd tehát az első széndioxid cseppecske lefolyni. Ha valaki jól megnézi, akkor azt láthatja, hogy az edény alján ott van egy folyadék, amely már forrásban van. Tehát itt fölül a széndioxid fagyos, hiszen a szilárd halmaz állapotból csöpög lefelé egy folyadék, itt pedig forrónak mondhatjuk, hiszen a folyadék halmaz állapotban buborékok keletkeznek. Tehát ez azt jelenti, hogy egy furcsa állapot van, ugyanazon a hőmérsékleten forr és olvad a test. Szerintem ez nagyon szépen látszik, még az is látszik, hogy remeg a kezem. Tehát gondolom mindenki jól látja, hogy itt alul szilárd, vagy fölül szilárd, alul pedig folyadék széndioxid van. Ez olvad, tehát erre a magyar nyelv azt mondaná fagyos, ez az alsó pedig forrásban van, erre meg azt mondanánk, hogy forró. Mind a kettő -55,2 Celsius fok hideg. És nézzék meg, mi fog történni akkor, hogyha kiengedünk ebből az edényből egy kevéske gázt. Ha gázt kiengedem, jó. Ha gázt kiengedem, akkor hevesen forrásba jön a széndioxid, és olyan hevesen forró, hogy forrás közben megfagy. Most egy szilárd halmazállapotú széndioxidot látunk, és ez a szilárd halmazállapotú széndioxid kicsit többnek tűnik, mint az elején volt, de ne feledjék, a buborékok belefagytak, úgynevezett szénsav hó keletkezett. Ez a szénsav hó az, amelyik tulajdonképpen megtanít minket erre. Ha kivesszük az edényből, akkor mindenki megnézheti, hogy ím itt van. Ez a szénsav hó. Ez egy nagyon erősen porózus anyag. Ha megnézik, akkor ez így néz ki. Így néz. Tehát ennyi és nem több. A szilárd és a cseppfolyós és légnemű halmazállapotú széndioxid, ugye az gondolom mindenki számára könnyebben érthető, mint ahogy eddig volt. Amit szeretnék erről elmondani, hogy a fizika tanításban elég gyakran van az, hogy avval illetik az embereket, hogy nem az élethez való dolgokat tanítgatunk. Tehát ez azt jelenti, hogy tanítanak valamit, amit aztán az életünk végéig nem fogunk használni. Egyébként ezt azt szeretném mondani, hogy legyenek türelemmel mindenki, aki fizikára próbálnak rávenni, mert egyből az érdekes dolgokat nem lehet tanítani. Tehát ezt tudomásul kell venni. Ez a kísérlet, amit én megmutattam, ha valaki megérti ennek a lényegét, akkor rögtön rá fog jönni, hogy legjobban ennek a nők örülnek ennek a kísérletnek a hozadékának. Úgy is föltetném a kérdést, hogy
figyeljenek, mert ez egy aljas kérdés lesz, hogy tegye fel a kezét, aki biztosan tudja, hogy fizika által még kulináris örömökhöz nem jutott. Na akkor egyetlen egy ember volt, aki föltette, az összes többitől pedig, mi vagy ez inverz kérdés, ott bárkitől megkérdezném, hogy ön kedves uram, milyen kulináris örömökhöz jutott fizika által, illetve hát ez a kísérlet által. Nézzük meg, hogy mit jelent ez. Mit is csináltunk? Volt egy folyadék, vagy volt egy szilárd anyag, amiből azonnal gázt tudtunk csinálni. Világos, hogy amiről beszélek. Hol van ennek haszna? Például azt föltenném azt a kérdést, mert ugye most már kulináris örömök, hogyan lehet például levesport csinálni? Hölgyeim, hogyan lehet levesport csinálni? Én biztos, hogyha fizika tanár nem lennék, hanem csak egyszerű háziapa, akkor fognám, fölvennék egy csíptetőt, egy edényre rá beletenném a jó levest, és addig melegíteném, amíg van benne víz. És a maradékot ledarálnám. De ez ugye nem biztos, hogy így készül, ez egy idő után már tényleg nagyon büdös lenne. Egyébként nem is így csinálják, hanem azt csinálják, hogy megfagyasztják a levest, megfagyasztják, és utána vákumot hoznak körülötte létre. Ilyenkor a vízben, a víz, ami benne van a levesben, azt kell eltávolítani valójában. Ez a víz elkezd sublimálni, és ugyanúgy eltűnik az alacsony hőmérsékleten, alacsony nyomáson a víz ebből az ételből, mint ahogy a száraz jég elszublimál, ha kitesszük az asztalra. Tehát valójában a víznek a viselkedését, hogyha az ember át fogja fordítani erre, akkor olyat tudunk csinálni, mint például, hogy Nescafé, Nescafé, levespor, és most legújabban akár iszik, nem, vízport csinálnak. Tehát ez a porhoz hozzánk egy kis vizet, és akkor nagyon kellemes víz lesz belőle. Hát ezt nem biztos, hogy bejött ez a poén. Na mindegy, amit szeretnék elmondani, hogy a következő kísérlet arról fog szólni, hogy saját magamnak kiteszek egy feladatot, már hogyha léggömbökkel kísérleteztünk, akkor legyen ismét egy léggömb. Itt van egy fekete színű léggömb, és itt van egy ilyen átlátszó. Hát ez most fehérnek néz ki, de fölfújjuk, akkor teljességgel átlátszó lesz. Ezt a két léggömböt megpróbálom egymásba csúsztatni. Ez azt jelenti, hogy a fekete lesz belül, és a kívül pedig fogjuk látni azt a léggömböt, amelyik teljesen színtelen. Ugye ez az első lépés a kísérletnek. Amikor ezen túl vagyunk, akkor föl kell fújni mind a kettőt, külön-külön, először a feketét. Majd megkötöm ezt a feketét, és utána föl fogjuk fújni a fehéret. De azt is fölfújjuk egy kicsit nagyobbra, hogy a két léggömb között legyen valami méretbeli különbség. Tehát akkor most jön a fehérnek a fölfújása. Nem is olyan egyszerű ám, mert a... Jó, tehát itt a léggömbben a léggömb, és akkor a következő feladatot ezt kitűzöm magamnak, hogy szúrjuk ki a léggömbből a belsőt. De csak a belsőt. Ez a feladat. Tehát, hogyha ezt a belsőt az ember ki tudja valami módon durrantani, az lenne az igazi feladat. A helyzet az, hogy ennek a kísérletnek a megoldását nem fognak csodálkozni, fizika segítségével fogom megtanulni. Miben különbözik a két léggömb? A fekete, illetve ez az átlátszó léggömb. Hát az egyik az onnan lesz fekete, hogy az onnan visszaérkező sugarak, azok teljes egészében fénysugarakat elnyeli, a másikon pedig könnyedén át tud menni. Ugye ebben nagyon különbözik, és ezt fogjuk felhasználni. Tulajdonképpen a külső léggömbön keresztül, ha ügyesek vagyunk, a belsőt annyira meg tudjuk majd melegíteni, hogy ez föl fog robbanni ott belül. Elhiszik ezt nekem? Ne provokáljam önöket, igaz? Na hát az első dolog, hogy itt van egy eszköz, ez az eszköz lesz a melegítő eszközünk, és nem a teljes léggömböt fogom melegíteni, hanem csak egy nagyon kicsiny részét. Amit látnak, az egy lézernyaláb, ez a lézernyaláb viszont hihetetlenül nagy intenzitású. Egy kis közszolgálati perceket szeretnék tartani,
A közszolgálati percek pedig a lézerekről csak annyit, amennyit egy átlagember találkozik vele. Az átlagember, hogyha jó követő módon vásárol lézert, akkor meg fogja kapni ezeket a lézermutatókat, és a lézermutatók, amelyek a legális boltokban lehet vásárolni, azok olyanok, hogy az ember szemében komoly károkat nem tudnak okozni. Ha valakinek például egy lézernyaláb így a szemébe megy, önkéntelen az ember pislantani fog, és a pislantás ideje előtt bejutott fotonok nem fognak a látóidegbe kárt tenni. Így vannak kitalálva azok a lézerek, amelyeket a boltban lehet kapni, és ezek 1 milliwattnál kisebb teljesítményűek. Ez a lézernyaláb, ez sokkal nagyobb annál. Sokkal nagyobb annál. Sajnos, hogy is mondjam, a nem legális forrásokból könnyedén be lehet szerezni, akár egy 2-3, hát ugye általános egyenértékesbe beszélve, 2-3 hamburger vagy doboz cigarettát az ember lemond, és akkor meg tud venni egy ilyen lézert, amivel nagyon komoly látáskárosodást lehet hozni. Azok a lézerek, amelyiknek a kimenő fényteljesítményen meghaladja az 1 milliwattot, azok gyakorlatilag mégleges, maradó szemkárosodást tudnak létrehozni. A szemkárosodásnak a módszere vagy a metódusa az, hogy a retinára kerülő fotonok, azok egy kémiai folyamatot indítanak, az egyik fajta kémiai elemből egy másik fajta keletkezik, aztán amikor a fotonok nem jönnek, akkor visszabomlik, és ezeknek a kémiai elemeknek a koncentrációját éli meg az ember látásként. Nos, amikor az ember nagyon nagy intenzitást tesz, akkor ez a kémiai folyamat úgy marad, és többet nem lát az ember. Tehát nekem semmi több tennivalóm nincs, hogy figyeljék meg, rávilágítok erre a fekete nyalábra, evel a nyalábra, és akkor fogom, és eldurrantom ezt a léggömböt, úgyhogy belül a fekete annyira megmelegszik, hogy el is tud füstölni. Hát nézzék meg, itt van. És tulajdonképpen, ha meggondolják, akkor ezt a feladatot könnyedén meg tudtam oldani. Még egy dolog, hogy mennyire veszélyes tud lenni egy ilyen első látásra játéknak tűnő lézer. Az első dolog, azt írják, hogy soha se tegye be az ember a lézert, úgyhogy benne vannak az akkumulátorok, tehát mindig is akkumulátormentes állapotban kell tárolni. És ami még ennél is ijesztőbb, hogy amikor én megvettem ezt a lézert, hadd mondom, hogy Kínából hozattam, a kínaiakra nem jellemző módon védőszemüveget adtak hozzá. Tehát ez tényleg nem játék. No. Akkor még térjünk egy picit vissza a cseppfolyós nitrogénes kísérletekhez, 2 kísérlet erejéig. Megvan? Oké. Okay. Tegyük rá oda. A 2 kísérlet erejéig, az egyik kísérlet az lesz, hogy leveszem ezt a léggömböt, emlékezzenek, hogy ez a léggömb ez mivel lett fölfújva? Széndioksziddal. Ezért aztán, hogyha elvégezzük azt a kísérletet, amit az előbb, akkor megnézhetjük, hogy ekkora léggömb felfúvása, mennyi, hány dekagram széndioksziddra van szükség. Semmi többet nem kell, csak fogja az ember elkezdi leönteni, így. És ilyenkor, amikor az ember cseppfolyós nitrogénnel hűti, akkor keletkezik benne egy szilárd halmaz állapotú anyag, amit széndioxidnak hívunk, száraz jégnek. Szerintem ez nagyon szépen látszik, és ez a száraz jég sokkal tovább megmarad szilárd halmaz állapotba. Egy pillanatra kicsit csöndben maradnak, akkor lehet hallani, hogy ez zörög, tehát elkezdődött a széndioxid képződés, és ennek eredményeként rövidesen meg tudom mutatni, hogy mennyi széndioxid kell ahhoz, hogy egy ilyen léggömböt felfújjunk. A léggömb összehúzódása hihetetlenül jól sikerült, tehát ha meggondolják, akkor teljes egészében el lehet tüntetni. Ha az ember egy kicsit masszírozza, gyurkálja, majd kitépi a belsejét, így. Az a helyzet, hogy reggel levágtam a körmömet, úgyhogy egy kicsit nehezebb a dolog, de itt van a száraz jég, ami abból a gázból keletkezett. Ez persze nem annyira veszélyes egyébként, nem olyan túl sok ez, mert ez is porózus. Tehát, hogyha az ember akarja, akkor ezt meg lehet gyúrni, akkor egy kis hógolyót lehet belőle gyúrogatni, és hogyha az ember nagyon akarja, akár még egy kis hógolyóval megdobálhatja a közönséget. Na mindegy, szóval itt van, száraz jégről ennyit.
A másik kísérlet, amit szeretnék megmutatni, a rakétás kísérletre gondolom még emlékeznek, és a rakétás kísérletet meg fogjuk ismételni úgy, hogy nem csak egy keveset fogok tenni bele a léggömbből a pillepalacba, egy nagyobb palackot hoztam, hanem ezt teljesen tele fogom tölteni, és úgy fogom lezárni dugóval. Tehát öntünk egy kis cseppfolyós nitrogént, így. Ezzel a nitrogénnel feltöltjük ezt a palackot, és akkor amit szeretnék megmutatni, nézzék meg, hogy teletöltöm. És ezt a teletöltött palackot fogom teljes egészében lezárni. Így. A dugó egy kicsit másmilyen lesz, mint amilyen volt idáig, ugyanis a dugó az át van fúrva egy csővel. Egy vastag falu cső. Ez azt jelenti, hogy amikor én lezárom, akkor ezen a csövön keresztül azért adunk lehetőséget a menekülésre. Ha valaki esetleg fényképezni akar, vagy videófelvételt akar, akkor most kéne bekapcsolni a kamerát. Érdemes megnézni, mert olyasmi, ami, hogy is mondjam, megismételni nem fogom, főleg azért, mert sokat kéne várni arra, hogy a cső megmelegedjen. Gyanítom, hogy megvan, ugye? Bocsánat, itt megállunk egy picit, és akkor, amíg mindenki bekapcsolja a kameráját, szeretném megköszönni a Simonyi Károly szakkollégium televíziós stúdiójának, a BSS-nek, azt, hogy itt vannak és közvetítenek. És amikor innen elmennek, és esetleg nem emlékeznek jól valamire, az ő honlapjukon, ugye a Budavári Schönherr Stúdió honlapján meg lehet találni majd ezt az előadást, amit egyébként most jelen pillanatban a Budavári Schönherr Stúdió honlapján látni is lehet. Tehát akkor ugye az fog történni, hogy a hevesen forró cseppfolyós nitrogént lezárom, benne elkezd növekedni a nyomás, és a nyomás növekedés eredményeként szerintem mindenki látja, hogy egy cseppfolyós nitrogénből készített szökőkutat lehet csinálni. No, a helyzet az... Kellemes, ugye ez a hőmérséklet? Ha kellemes ez a hőmérséklet, annyit szeretnék elmondani, hogy ez a kísérlet ismét az energia átalakulásokról szól. Kicsit megvárom, míg elcsitulnak a fiatalok. Hogy az energia átalakulásokról szól ez a kísérlet. Gondoljanak utána, hogy amikor a cseppfolyós nitrogénnel teli palackot az ember lezárja, akkor elkezd benne növekedni a nyomás. Kész van. Köszönöm. Jó. Oké. Tehát akkor azt lehet tudni mondani, hogy a nyomás meg fog növekedni. Kivételesen ezt az egy gondolatot még szeretném a végig gondolni. Tudom, hogy már nagyon előre haladott az idő, de gondoljanak utána, milyen mennyiség keletkezik akkor, hogyha ennek a palacnak a térfogatát és a palac térfogatában levő gáznak a nyomását összeszorozzuk. Ugye az egyiket köbméterbe mérjük, azért nézem, hogy megvan az anyag, a másikat pedig paszkálba mérjük, az a kettőnek a szorzata pedig éppen newtonmétert ad, ami nem más, mint newtonszor méter, vagyis a zsúl, vagyis energetikai jellegű mennyiségről beszélünk. Ha 1/2 V négyzet sebességét veszük a csövön kisüvítő cseppfolyós nitrogénnek, akkor az is mozgási energia, és azt is zsúlokban mérjük. Az M/G/H úgy szintén zsúlokban mérendő, és a hőmérséklet, akár tetszik, akár nem, a hőmennyiségi zsúlokban mérendő. Tehát hőenergia, nyomásenergia, mozgási és helyzeti energiát láttunk egy kísérletben végig. A kísérletek legelején ezzel a krétával kísérleteztünk. A kréta itt látható, azért fordítom így, hogy ugyan lehet, hogy a kamera kevésbé fogja tudni jól venni, de önök nagyon szépen fogják látni, hogy a barna színű festék az két nagyon jól meghatározó színre szétbomlott. Az egyik az egy kékes színű, a másik az pedig egy rózsaszínű rész. Most jól lehet látni. Fordítsam erre? Jó, az igazság, hogy tessenek megnézni, hogy itt vannak a színek.
Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezen a részen itt egy kék szín látszik, ezen a részen egy narancssárga, és ennek a kettőnek a keveréke adja együttesen a barnát. Az, hogy pontosan mi történt a kísérletek során, azt rövidesen ide ki fogják vetíteni, amit a mobiltelefonnal készítettünk, ezzel a timelapse videóval. Szerintem nagyon szépen látszik, hogy itt van a kék, és itt pedig a narancssárga szín látszik. Az lenne a kérésem, hogyha ott a stúdióban sikerül, akkor játsszuk be ezt a filmet, és nézzük meg, hogy az a körülbelül 20 perc, az tulajdonképpen pont a 20 perc alatt mi történt, a 20 perc fölgyorsítvai mit látható. Amint látják, nagyon szépen lehet látni, hogy hogyan halad a víz, és a víz különböző helyzetekben hogyan viszi magával a festéknek a különböző komponenseit. Tulajdonképpen a dolog ez egy fizikai jelenség, de azért hozzáteszem, előszeretettel használják a vegyészek, tehát a kromatográfia az inkább a vegyészek asztala, de azt hiszem, hogy ha más nem, akkor nagyon szép ez a jelenség, és akkor ennek okán szeretném megköszönni, hogy eljöttek. Két dolgot szeretnék elmondani, az egyik, hogy ez a videófilm föl fog kerülni az én honlapomra. Az én honlapom az a könnyedén megtalálható, mert ilyen név alatt, mint Hertlen Károly, egy ember él az országban, tehát nem fognak senkivel összekeverni. Néha a fiammal összeszoktak már kerelni, de neki hál' Istennek két keresztneve van, őt Hertlen Károly Györgynek hívják. No, az egyik az, azt szeretném mondani, hogy föl fogom tenni mind a két ígért dolgot, a két lámpának a különbségét, illetve még egyszer szeretném megköszönni, hogy eljöttek, minket választottak, jövőre egy év múlva szeretettel fogadok mindenkit. Annyit szeretnék elmondani. Jó, azaz. Még egy kísérlettel szeretném befejezni a... Bocsánat, de egy kísérletet még szeretnék megmutatni. Megy? Segítsek. Az a helyzet, hogy a kísérletezéshez egy léggömböt fogunk használni, és ezt a léggömböt megpróbáljuk el. Egyébként főleg azért van ez a kísérlet, mert az igazgató ígért valamit, és az, amit az igazgató mond, azt muszáj betartani. Úgyni. Köszönöm szépen!